Az április 23-án kezdődött akció során 10 önkéntes közel 8000 székelyudvarhelyi háztartást keresett fel, arra kérve a lakosokat, hogy válaszoljanak néhány a város életével, jövőjével kapcsolatos kérdésre. A felmérés célja az volt, hogy a városi RMDS megismerje a lakosság sajátos problémáit azért, hogy az erre vonatkozó megoldási lehetőségeket beépítse programjába. Azt szeretnénk, hogy udvarhelyből egy rendezett város legyen. Mindenek előtt egy békés várost kell kialakítani, hisz a béke, a normalitás az előfeltétel annak, hogy dolgozni tudjál. Mi erre vállalkozunk. Kiderült, hogy a legnagyobb gondot a rossz minőségű utak, járdák, illetve a kaotikus forgalom jelentik. Ugyanakkor az udvarhelyiek a sok szobor ellenére sem tartják szépnek, modernnek a várost. Nagyobb tisztaságot, pormentes utakat, erős és jól működő városvezetést szeretnének, ahol nem egy ember irányít, hanem egy elkötelezett önkormányzat.